az új Call of Duty, bár egyre halványabban ragyog a fénye, még mindig azért egy nagy számnak számít az éventei megjelenés, és most, hogy kijött a World War 2 végre a gémerek reménye, felcsillant, hogy újra valami jót kapunk. És őszinte leszek veletek, kipróbáltam a bétát, ugye livestream, minden volt, és tök jó volt, élveztem, jól ment a játék, nem volt bele probléma, de... Említettem is a bétában is, meg az értékelő videóban is, várjátok ki, mert ez Activision, és Activision tuti, hogy valamivel keresztül nyom minket. Hát megtörtént, jöjjön az Activision új találmánya, hölgyeim és uraim, új is, meg nem is, de ezt figyeljétek a nagyon gusztustalan részét az egésznek. Ugye most már mostával tudjátok, a legújabb Call of Duty-ban, hát létezik egy olyan... program, nevezzük úgy, amit csinál, profiloz téged. Tehát a te profilod alapján összedob más játékosokkal, milyen KD-d van, milyen stílusban játszol, mit tudom, milyen fajta játékot játszol többnyire, milyen fegyverekkel mész többnyire, stb. Tehát így a játék konkrétan leprofiloz téged, és annak alapján, a skilled alapján, amit online mutatsz, annak alapján téged beoszt valamilyen játékban. Ez ugye nem is rossz dolog, hogyha ha úgy vesszük, bedob mindig egy olyan játékba, ahol hasonszörű játékosok vannak, mint te, nem túl nagy a skill gap, küzdelmes és élvezetes a játék. Na hát ezzel ugye semmi baj nincs, ennek azért valamilyen szinten örülünk, mert nem kell azt nézni, hogy egy pro agyonlő minket 62 000-szer, hanem bedob hasonszörű játékosok, ez is egy ilyen valódi küzdelem megy. A hátránya ennek az egésznek az az, hogy igazából a játékfejlődésünk az nagyon lassú, mivel hogy jobb játékosoktól tudunk tanulni, leginkább, szóval, hogyha van egy szerveren egy olyan, aki kiemelkedően jó, attól killkamban nagyon sok mindent el lehet lesni, ezt anno, mikor csináltam a Call of Duty videókat, ezt így ki is emeltem, tehát jó, hogyha nagy a skill gap, mert a gyengébb játékosok magasabb skill gap-re rendelkező játékosoktól sokat elleshetnek, hogy őszinte legyek. Na, de az Activision ennek még csavarnia kellett, tehát nem elég, hogy eleve egy szoftver profilozza a te játék stílusodat, az alapján bemérjen. Most már az Activision, hölgyeim és uraim, ugyanezt a szoftvert ugye az amerikai kereskedelmi kamerával elfogadtatta arra, hogy ez a szoftver ugyanúgy profilozzon téged, és mikrotranzakciókra, vagyis inkább, hogy is mondjam, tehát mikrotranszakciókhoz vezessen rá téged, tehát befolyásoljon arra, hogy te pénzt költsél a játékban. Gusztustalannak hangzik? Az is. Na, hadd magyarázzam el. Ugyanez a szoftver fogja, kérem szépen, és leprofiloz téged, és megnézi, hogy te milyen fegyverekkel lősz, leginkább sniper, mondjuk sniperes srác vagy, akkor leginkább sniperesekkel fog összedobni. Na, de várjál, hát itten... Ráadásul, akivel összedob, az nem egy skill gap-ben lévő játékos, hanem olyanokkal fog összedobni, akik már költöttek pénzt a játékra, ezáltal jobb fegyverük, netán jobb skinjük, valamiük jobb, mint a tied, az a lényeg, mert te még nem költöttél pénzt a játékra, és ha te folyton ugye azt látod a killkamban, hogy anyád, ezzel a fegyver engem lelőttek, azzal lelőttek, és ezt a fegyver csak lootboxon keresztül, vagy anyám kínjában keresztül lehet, vagy ezzel a skinnel lőttek le, vagy ezzel és azzal lőttek le, és neked az nincs meg, és látod, hogy milyen hatalmas mennyiségű farmolás kell ahhoz, hogy az mind meglegyen, ezáltal befolyásolva a játékosokat arra, hogy pénzt költsenek, hogy hamarabb megszerezzék azt a játékbéli valamit, hogy ők is ugyanolyan, hogy is mondjam, skill vonalban legyenek, mint azok, akiket folyton látsz, hogy lelőnek téged a killkamban. Na, ez azért nem kutya, igaz? Azért azt a kurva. Na, miért baj ez? Mondjuk persze, Activisionnek pénzt kell csinálnia, tök érthető, de miért baj ez a játékos szempontból? Egyszerűen azért, mert teljes mértékben kiveszi a valódi skillt a játékból. Szóval mit értek ez alatt? Konkrétan azzal, hogy nem úgy rak össze játékosokat, hogy hasonszörű skillben legyenek, hanem úgy rak össze játékosokat, hogy te költöttél pénzre, te pedig nem, ezért én összeraklak a pénzköltőssel a játékba, hogy lásd, milyen fasz utcai vannak neki, az teljes mértékben ki fogja venni a valódi tudás érzetét a játékból. Ha tényleg van egy fegyver, ami OP-b, mint a másik, és azt valamilyen szinten ki lehet farmolni, de mikrotranszakciókkal azonnal hozzájuthatsz, az a játékból a skill gap-et megöl, és annak a javára fordítja, aki a pénzt költi a játékban. Nos, ez... Itt állunk. Ti döntitek el, hogy... ez jó-e, vagy nem jó, és mennyire lesz ez a jövőben benne a játékokban, hogy őszinte legyek, lesz-e erre valamilyen megoldás, mondjuk, hogy csinálnak, mint annak Cod 4-ben volt a promod, egy ilyen mindent kizáró környezetet, ahol a skill valódi lesz, nem pedig fizetett, azt kell, hogy mondjam. Hát, nem tudom, meglátjuk. Egy kis érdekessége ez az egész, ez ugye megjelent most egy olyan játék, hogy Cuphead, rettentően nehéz játék, tehát már a tutoriál is nehéz játék. Csak a tutoriál a végén lenni rettentően nehéz, de mindegy. És szíven jöttek rá olyan értékelések, tehát azért húzták le például ezt a játékot, mert amúgy többnyire pozitív értékelés kapott, de például voltak olyan kifogások, amik azért húzták le, mert hogy hát, hogyha már pénzt fizetsz érte, akkor kéne legyen benne valami, amitől könnyebbé válik. Na, hát... Megéltük ezt a szintet is, hölgyeim és uraim, tehát végül is igaz, ugye? Hát, ha már megveszem a Call of Duty-t, legyen már benne valami, amitől könnyebb lesz nekem a játék a többiekkel szemben, nehogy már a vesztésnek az érzetét megtapasztaljam, és ezáltal az onnan lévő küzdelmet felfelé megtapasztaljam, megtanuljam, és nehogy már talán kitanuljam azt a játékot, hogy tényleg igazán pró legyek vele, inkább költök rá egy kis pénzt, és akkor éppen annyi skillem van, hogy az újonnan megszerzett pénzes fegyveremmel le tudjam lőni az embereket. Hát igen, na jó van. Ezt meg akartam veletek osztani, mielőtt Call of Duty World War 2-re adjátok a fejeteket. És megint csak mondom, hogy ezt a játékot is pusztán csak élvezetre érdemes megvenni. Jó, nem tudom, mennyi élvezet lesz, amikor folyton lelő valaki olyasmi, aki pénzt költött a játékra, de ezt egy ilyen rendszert nem nagyon szabad támogatni. Ha már meg is vesszük a játékot, legalább leolcsózva vegyük meg, és hát pénzt mikrotranszakciókra semmiképp sem érdemes, mert ezt így nem érdemli meg az Activision. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet. Ha nem tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot, ha értitek a ellentmondást az egészben. Iratkozzatok fel a csatornámra, következő videóig, sziasztok!